Bódi barátunk eljött, hogy kicsit a motorjával, illetve a motorral megismertessen minket, és akkor most át is adnám a szót, hogy pár szóban mutasd be a járművedet. Sziasztok, én szeretettel köszöntelek benneteket. Hát erről a motorról egyelőre annyit lehet tudni, hogy ez egy japán gyártmányú motor. Ez egy Honda CB600R típusú motor, amire el is tudjátok olvasni, hogy a neve Hornet. Ez annyit jelent, hogy jó bele. Ez egy 600 köbcentis négy literű motor, igazándiból olyan 98 lóerő környékén van. Ez egy sor 4-es elrendezési motor, tehát ami azt jelenti, hogy a hengerek az a sorban egymás mellett vannak. Láttátok már gondolom a choppereket, aminek így van a henger, azok a végok. Ez igazándiból így néz ki ez a motor, ez gyárilag így van építve, ezt elvileg szakbeteken belül úgy hívják, hogy naked bike, ami azt jelenti, hogy mesztelen. Tehát nincs beburkolva, mint a versenymotorok, meg ártatott a utcai motorokat is, aminek spoilerei vannak. Ennek vannak a különböző márkái, ugyan pasi motorok, gondolom hallottatok is már ezekről, a Kawasaki-ról, a Yamaha-ról, a Suzuki-ról, tehát rengeteg féle ilyen motor van. Ez egy egyszerű kis túra motor, egy nagyon könnyen kezelhető, az én számomra teljesen kielégítő motor, ezzel szoktunk mi hosszabb távra elmenni túrázgatni, Csabi barátommal, meg van egy-két motoros cimboránk, akivel Ausztriába, horvát tengerparta, ilyen helyekre szoktunk eljárkálni motorozni. Ti, közületek, ki szereti a motorokat? Mindenki. Nekem. És kinek van? Nekem volt. Milyen nekem motorod volt neked? Yamaha Cross motor. Mekkora volt, 50-es? Nem tudom, egy 50-es. Nem tudod? Nem tudod, hogy 55 centis volt a négy lányos. Másnak, senkinek? Ki szeretne motorozni? Ez parádi. A lányok is? Ez komoly. Hát akkor majd esetleg föl tudjuk venni a Csabival a kapcsolatot, mert ugye van nekünk az egyesületünknek, van egy motoros egyesületünk, amit úgy hívnak, hogy belevenni a motorosok, és vannak nekünk rengeteg szimszorunk. És akit esetleg ez érdekel, akkor ez tudna jönni motorozni. Ezt megbeszéljük a Csabival, meg a Bálinttal is esetleg. Meg a szülőkkel? Meg a szülőkkel, mondjuk az lenne az elsődleges szempont, hogy a szülőkkel kéne ezt igazándul megtárgyalni, és akkor lehetne tanulgatni Simpsonnal motorozni, de azt egy kicsit még nőni kéne ahhoz egy-két év, és akkor lehet kezdeni motorozni. Most én a technikai adatokkal nem igazán üntetálok benneteket, mert gondolom egyelőre az még benneteket rohadtul nem érdekel. Inkább szerintem az lenne a lényeg, hogy fölültök a hátulján, aztán megyünk egy-két karikát itt a salakon. Már akit érdekel. Mindenki szeretne jönni motorra? Igen! Hát csak az a baj, hogy az jöhet, akinek le is ér a lába a hátsó lábtartó. Nem. Nekem leírona. Na, akkor pattanjál föl. It starts with one. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Try, keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so hard. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. Will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had
I've put my trust.